Mércsaládonként 500-ról 1000 forintra emelkedik a mélyállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető támogatás, ezt közölte az Agrárminisztérium. Az ágazat számos problémával nézett szembe az elmúlt évek alatt, a duplájára nőtt támogatással a mélytartási kedvet próbálják megtartani. Ebben az évben 700 millió forintra emelkedett a mélyállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető úgynevezett csekély összegű támogatás keretösszege, ami jelentősen hozzájárul a méhészeti tevékenység jövedelmezőségének javításához, a méhtartási kedv fenntartásához. A méhészek a támogatási kérelmet a korábbiakhoz képest korábban, 2020. február 1-e és 28-a között nyújthatják be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül. A kérelmeket legkésőbb, 2020. május 31-éig elbírálják, a méhészek így már a szezon kezdetén hozzájuthatnak az igényelt támogatáshoz. A 35 perc vendége a téma kapcsán a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke, Hók József méhész. Köszöntöm József a stúdióban. Nem is olyan nagyon régen találkoztunk itt ebben a típusú műsorban, és beszélgettünk, akkor problémákról beszélgettünk. És ennek a mai beszélgetésnek is valahol része kell, hogy legyen az, hogy milyen az elmúlt időszakban kialakult problémák, illetve azoknak a megoldása válthatta ki azt, amiről most be tudunk számolni. Azért a sok probléma hatására azért egyre jobban felfigyel ránk a világ. Ezek a problémák nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte lehet mondani, hogy a mélyállomány, a megporzó rovarok veszélyeztetve vannak, és ezzel a de minimis segítséggel itt a megporzó, vagy hát akkor a méhészek munkáját szeretné megkönnyíteni az ország, vagy az ország végül is akkor az állam egy kicsi kedvet, vagy segítséget nyújtva azzal, mégis nagy mértékben biztos, hogy nem befolyásolható. Itt azért méhészenként 50-100 000 forintról éves támogatásról beszélünk. Legutolsó itt az őszi kiírásban már ősszel volt egy kezdeményezés erre, az a 600 milliós támogatás, amire pályázhattak a méhészek. Végül is a mély családoknak körülbelül 80%-ára volt meg ez a támogatás, vagy a pályázat, vagy pályázók. A fennmaradt egy 380 millió forint összegbe használta ki, végül is használták ki a méhészek, ami egy kicsit nehézséget okoz, azért a méhész társadalom el van öregedve. Mivel hogy ezek a támogatások most már csak ügyfélkapun keresztül lehetségesek, azért az idősebb méhészek és az mezőgazdasággal foglalkozó emberekről van szó, nem minden esetben vannak számítógép közelbe, és igazából nehezen oldják meg ezt. Bízunk benne azért, hogy itt a következő lehetőségnél, ami most következik, ez az 1000 forintnál, azért mi is megpróbálunk felkészülni rá egyesületként, hogy segítsük ezeket az idősebb kollégákat, és valamilyen úton, módon fel tudják ők is ezt használni. Ugye ön most a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete képviseletében van itt. Önöknek mennyi regisztrált egyesületi tagjuk van? Hát tavaly december 31-ével, mert mégis minden évben úgy egy tagsággal rendelkezünk, mondhatjuk így, 326 fővel. És a megyében hány ilyen típusú hasonló szervezet? 11 egyesület van a megyében, hát nagyságrendileg egy 1900 méhészről van szó, ebből itt a Nyíregyházi Egyesületben ez a 320 körül létszám, ami mozog. Korábbi látogatás alkalmával arról is beszéltünk már, hogy legalábbis felvetődött, hogyha nem is veséztük ki ezt a kérdést nagy mélységeiben, hogy szükség van azért az egyesületi formára. Ugye nem biztos, hogy mindenki, aki ezen a területen tevékenykedik, része az egyesületnek, de azért ahhoz, hogy elérjenek valamit, tehát érdekvédelmi szempontból mindenféleképpen szükség van rá. Ezt tapasztalják, talán egy kicsit köszönhető ez a elért kis eredmény, vagy előrelépés akár ennek is, hogy hallják az önök hangját. Maga a nemzeti program is azért, ami a méhészeket támogatná, itt az uniós és a magyar állam együtt által működtetett nemzeti program, és csak egyesületi tagság után vehető igénybe. Az, hogy nincs olyan méhész, aki közvetlenül csak az OMEI-nek lehet tagja, hanem valamelyik helyi vagy közvetlen tagszervezetén keresztül lehetséges az OME tagság.
Egyesületenként változó, de mi lehetőség szerint minden hónapban megpróbálunk taggyűlést tartani, amelyel ezeket a problémákat végül is, vagy hát a problémáinkat megpróbáljuk megbeszélni, vagy itt a nemzeti programmal, vagy akár ezzel a Deniminisszel való segítséget megpróbáljuk a tagság felé nyújtani, hogy minél szélesebb körbe ezek kihasználhatók legyenek. Ami nehézség, azért nagyon sok méhész van itt nálunk is, itt a 326 főről beszéltünk, hát azért azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyságrendileg egy 80-100 méhész, aki rendszeresen látogatja a taggyűléseket. Beszéltünk itt azért korábban már az, hogy vannak méhészek, meg méhtartók, most ezzel nem akarok belemenni, de a lelkes méhészek azért persze minden alkalommal nem tudunk mi gyűléseken csodát mondani, mert nem lehet azért mindig csodát mondani, de azért az aktualitásokkal, a lehetőségekkel mindig foglalkozunk. Sajnos, akik nem járnak el a gyűlésekre, nagyon sok esetben azok maradnak ki ezekből a lehetőségekből, támogatásokból. Amiről a mai találkozásunknak a gondolatai szólnak legfőképpen az, hogy ez a támogatás emelkedik. Egy újabb kis lehetőség, de ez a jelen állapot megtartását célozza. Tehát nem egy komolyabb előrelépésről van szó, hanem legalább a kedvet, hogy meg tudják tartani. Mi inkább sokkal fontosabbnak látnánk azt, hogy igenis azért most már mindenki betudatosodik az, hogy baj van az élővilágunkkal, baj van a megporzó rovarokkal, baj van a méhekkel, és mivel már csak azt a támogatást nézzük hiába, hogy azt mondjuk, hogy egy csekély összegű támogatás, de már foglalkoznak a témával. Számunkra ez a legfontosabb. Végül is nem ez fogja a segítséget nyújtani, hogy mondjuk, hogy mekkora pénzösszegről van szó, de ez is jó, mondhatjuk, hogy nincs az a jövedelem, vagy az a plusz pénz, ami nem jó, de az, hogy a témával való foglalkozás, hogy milyen cél érdekében történik ennek a nyújtása, az, hogy foglalkoznak a megporzással, foglalkoznak az élővilágunkkal, sokkal többet mond, mint esetleg az az 50-100-150 ezer forint. Igen, nagyon sokszor inkább magáról a mézről beszélgetünk már, a magyar emberek, a magyarországi lakosok mézfogyasztási szokásairól. A tekintetben sem tudtunk túl sok jót elmondani az elmúlt esztendő utolsó negyedévében, amikor találkoztunk, és arról is beszéltünk, hogy a magyar méz olyan kiváló, hogyha kiviszik külföldre, akkor annak a minőségén csak rontani tudnak, amikor azt úgymond feldúsítják, vagy hozzáteszik a más országokból érkezett termékekkel. Ezeken a területeken hogy látja, várható ebben az esztendőben előrelépés, vagy ahhoz nagyon nagy dolgokra lenne szükség? Hát biztos, hogy nagy dolgokra lenne szükség. Az Unióban, amikor elindult ez a mézjelentés, az Erdős Norbert úrhoz kötődött végül is ez a jelentés, és mit is szeretett volna ő? Igazából az, hogy bárhol, ahol mézet értékesítenek, maga a méznek az eredete fel legyen tüntetve. Itt az Unióról van szó, vagy akár bár még más országba. Amíg csak úgy szerepel, és arány nélkül az, hogy unión kívüli és uniós országok mézkeveréke, addig nagyon nagy bajba vagyunk. Az Országos Magyar Méhész Egyesület laborvizsgálatokkal most németországi polcokról vett le mézet, és megvizsgáltak, 97%-ban található volt az unión kívüli mézek aránya, mikor a fő felvásárlónk Németország-Magyarország mézére 3%-ban található benne magyar méz. Igazából az, hogy itt az unión kívüli mézek milyenek, nem szabad nekünk ebbe belemenni, de azért hallunk róla, és nem biztos, hogy az igazi természetes mézről beszélünk ebbe az esetbe. Egy olyan minimális javítás, már javító méznek is olyan minimálisan használják a mézünket, ami ezelőtt 10-15 évvel az hangzottak el, hogy 80% magyar mézhez, vagy akkor természetes mézhez került 20% egyéb. Most 2-3 éve az hangzott el, hogy 20% természetes mézhez került 80%. Ha most nézzük ezt a német laborvizsgálatot, akkor meg 97%-hoz kerül 3%. Hát nem annyira megnyugtató, de mi azért itt ebben a térségben is meg tudjuk találni, ha szeretnénk az eredeti magyar mézet. Én köszönöm a beszélgetést, Köszönöm szépen.